Bejutott a mozgókép kultúra és média ismeret OKTV döntőjébe Nagy Patrícia, a Petőfi Gimnázium tanulója. A végzős diák 7 perces videófilmje tetszett a zsűrinek, így Patria 10. helyen várja a folytatást. A következő forduló márciusban lesz. Taking Off címmel készítette el pályamunkáját Nagy Patrícia a mozgókép kultúra és média ismeret országos tanulmányi versenyre. Milos Forman azonos című, magyarul elszakadás filmje volt a megadott kiindulási pont. Feladat kiírása szerint meg kellett mutatnunk, hogy miért jók a videójátékok, viszont én azt hiszem az első órán azt mondtam a tanár úrnak, hogy ellenzem ezeket a játékokat, és ő mondta, hogy akkor fogalmazzuk bele ezt is. Tehát az elejétől kezdve úgy gondoltuk, hogy akkor ez egy kritika is lesz a videójátékokról. Patríciát 12 éves kora óta érdekli a képi világ. Eleinte kezdtük a kis Zenére táncol a húgom című fejezettel, aztán utána már történetet is kaptak, és azt hiszem ez volt az eddigi legnagyobb és legtöbb munkával járó filmem, és azért ezt nem gondoltam, hogy tényleg 8 órán keresztül néha fél órákat azzal güriztünk, hogy a fényeket jól beállítsuk, de igaz, hogy hatalmas munka volt, de nagyon élveztem. Ebben a videós világban melyik része érdekel leginkább? Az operatőri, a vágás, a fények, a forgatókönyv, mert itt azért mindennel dolgod volt. Az összes. Nem tudnál választani? Talán a vágás áll hozzám közelebb, de azt sem szeretem kifejezetten. Mindig egy szüléshez szoktam hasonlítani, a film születéséhez, mert az is fájdalmas, és meg kell küzdeni vele, de amikor tényleg kész a film, azt mondom, hogy akkor most megnézem a végső formátumban elejétől végéig, az valami hatalmas élmény. Ő Csernecki Attila, Nagy Patrícia tanára, elismerően szólt diákjáról. Nagyon, nagyon szereti, amit csinál, és nagyon odaadó, amiben csinál. Tehát ilyen diákokkal élvezett dolgozni. Az előző munkáit annyira nem ismerem, igazából csak azt, amit ugye hetente egy alkalommal találkozunk, megbeszéltünk egy konzultációs időpontot, és abban a konzultációs időpontban először az OKTV-re koncentráltunk, a második fél évtől pedig az érettségre, de hát tovább kell menni az OKTV-n is, hál' Istennek. Csernecki Attila segítette Patrit az ötletelésben, biztosította a forgatáshoz szükséges eszközöket, de mint mondta, a konkrét munkába nem nyúlt bele. Fontosnak tartotta, hogy teljes egészében a diák munkája legyen a film. Ezt Patri is így akarta, és sok mindenről konkrét elképzelése volt. A szoba részét én abszolút így képzeltem el, tehát nekem konkrét elképzelésem volt, és én ebből nem akartam engedni, pedig annyi ötlet felmerült, de én azt mondtam, hogy máshogy nem tudom elképzelni. Nekem kellett egy kis kanapé, ami előtt van egy tévé, ahol játszik a gyerek. Nekem ez fix volt, és ezt tudtuk így megvalósítani egy kis átrendezéssel. És mennyire vagy rugalmas, mennyire tudsz engedni ezekből a fix elgondolásokból, tervekből? Ez egy nagyon jó kérdés. Attól függ, hogy miről van szó. Tehát például egy helyszínben, hogyha azt mondja nekem valaki, főleg a tanár úr mondaná, hogy ezt így nem lehet megcsinálni, akkor természetesen engednék belőle. De főleg az olyan dolgokból nem szeretek engedni, ami az elveimhez kötődik. Tehát a mondani valójának a filmből. Abba sosem engednék. Meiser Bence, Patrícia osztálytársa, több videójában is szerepelt már. Elmondta, hogy ez a forgatás volt eddig a leghosszabb, de megérte. Részben ez a téma, ez az egész videójátékos dolog, ez hozzám legalábbis nagyon közel áll. Én nagyon szeretem ezeket a játékokat, hát főleg, sőt inkább a barátokkal ezt játszani, így egyedül annyira nem szeretek, de hát előfordul, és hát a végkifejlett pedig, az pedig nekem, amikor meghallottam egy igazából azért vállaltam el, mert egy nagyon tetszőleges fordulat volt nekem, és nagyon tetszett, hogy egy ilyenben megy át a film, és úgy gondoltam, hogy hát hatalmas fantázia van ebben a filmben. Meglepett az, hogy mennyire profin lett összeállítva és összevágva, és igazából abból a kavalkádból, ami ott néha forgatáson volt, néha még mi se láttuk, hogy mi lesz a vége, de hát azt tudtam, hogy lesz elég anyag, és hogy Patri megfelelően fogja vágni, és aztán a végén én azt a filmet még tudtam volna nézni legalább egy órán keresztül. Tehát úgy nézett ki nekem, mintha az már egy teljesen kész, nagy filmnek az ilyen összevágott verziója lenne. És akkor most íme a kis film.
Boldog születésnapot! Ki a szemetet! Hagyjál már! Vidd már ki a szemetet! Nem érek rá! Nem igaz, hogy nem lehet semmit rád bízni! Hát te meg mit csinálsz? Ez a legszebb szülinapi ajándék. Megtanítalak játszani. Figyelj, ha azt nyomod... Mi a kaja? Keres valamit! Elég volt! Egy hete ezzel játszol! Csinálj valami kaját!
Jelentkezik a Fölszállott a páva elnevezésű népzenei és néptáncvetélkedőre a Tánclánc Művészeti Alapiskola Csalóka csoportja. A nevezési laphoz csatolni kell egy videófelvételt is. A Csalóka csoport verseny koreográfiáját a Városi Televízió operatőrei rögzítették a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpontban. Az MTVA és a Duna Televízió ZRT, valamint a Hagyományok Háza harmadszor is meghirdette a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt, ezúttal 6-14 év közötti fiatalok számára. A Pápai Csalóka csoport a néptánc együttesek közt méretteti meg magát. A Tánclánc ifjú táncosai 6 éve dolgoznak együtt, vezetőjük Vida Anna, aki elmondta, eljött az idő, hogy a csoport részt vegyen egy országos versenyen a rendhagyó délalföldi koreográfiával. Egyelőre egy délalföldi koreográfiával, de ha minden sikeres lesz, összesen 3 koreográfiát kell majd bemutatnunk, azok még most készülnek, úgyhogy emiatt is izgulunk. Ennek a délalföldi koreográfiának mik a szépségei, nehézségei? Hát már az nagyon különleges, hogy a stílusanyagot Németh Eszter és Paragi Zoltán, az Állami Népi Együttes táncosai tanították be, és ebből készítettünk egy koreográfiát, amelyben művészi elemeket is megmutatunk kiállásokkal. Tehát, hogy egy kicsit azért túlmutattok a néptáncon, vagy hogy kell ezt érteni? Igen, a gyerekeknek figyelniük kell, mert vannak olyan részek a koreográfiában, amikor szoborra merevednek, és ilyenkor magukba kell számolni az egész csoportnak együtt, ami azért nagy kihívás volt eleinte, de nagyon szeretik és remekül megoldják. És mi a szerepe ennek a táncban? Szerettem volna valamit túlmutatni már, hogy ahogy nőnek, eddig csak autentikus koreográfiákkal foglalkoztunk, illetve volt egy boszorkány táncunk régen, ami népi elemekből, de modern zenére volt, de azt gondoltam, hogy idén már valami többet szeretnék velük, és így készült el ez a koreográfia. Ahhoz, hogy jól működjön egy ilyen koreográfia, jól együtt tudjon mozogni a csapat. Fontos, hogy kiskoruk óta együtt dolgoznak a gyerekek, barátok, és szívesen járnak ide a közösségbe. Szerintem ez a legfontosabb. Valamint nagyon motiválja őket ez a verseny, ezzel remekül tudtam rájuk hatni az elmúlt időben. A jól begyakorolt előadást a csalókások lendülettel adták elő. A néző számára egyértelmű, hogy szeretnek táncolni. Az, hogy táncolunk, az nagyon jót tesz nekem, szóval úgy sokkal nyugodtabb vagyok és élvezem. Miért szereted ezt a csapatot? Hát mert jó ide jönni, mert barátaim is itt vannak, és jó így táncolni. Thank you.
véleményed a koreográfiáról? Hát szerintem vannak benne így különleges elemek, és ettől lesz színes. Nekem nagyon tetszik, mert olyan kirobbanó, és lehet táncolni benne és mulatni. A valamivel több mint 5 perces koreográfiáról készült felvételt a csalókások mellékelték a nevezési laphoz, és várják a zsűri visszajelzését. A területi selejtezők tavasszal lesznek. Két ajkai gyűjtő, Krajcsi Tiborné és Kundermani Jenő anyagából válogatott kisgrafikai kiállítás látható a Jókai Mór Városi Könyvtárban. A Tánc, zene, kép címet viselő tárlat exlibriseket és zenei témájú részkarcokat kínál nézelődésre február végéig. Bár a két gyűjtő nem tudott jelen lenni a kiállítás megnyitón, Krajcsi Tiborné és Kundermann Jenő neve ismerősen cseng a pápaiak számára. Ajkai grafikai kiállítás többször is volt Pápán, ennek az az oka, hogy Ajkán van egy aktív kisgrafika gyűjtőkör, több taggal, szervezőkkel, ennek a két mozgatórugóját tudnánk említeni, az egyik Krajcsi Tiborné, a másik pedig Kundermann Jenő, akik maguk is rendszeresen csináltatnak különböző lapokat, nyilván mindenki a szívéhez közel állott, és kiderült, nem tudtam eddig, hogy Krajcsi Tibornéhoz a zenei lapok állnak legközelebb, és most ebből az anyagból van egy válogatás, ami zömébe az ő lap tartalmazza, és kisebb mértékben pedig Kundermann Jenő lapjait tartalmazza. A kis grafika az azt jelenti, hogy egy olyan 10x15 centiszer 10-15-ös méretű, tehát annál nagyobb, az már nem nagyon tartozik a kis grafika körébe, de egészen a bélyeg méretű grafikáig ide sorolhatnánk őket. Részkarcok. A részkarc az úgy készül, hogy egy rézlapra megfelelő tű segítségével negatív formába fölírja a szöveget, illetve fölviszi a képet a művész, utána azt vegyszeres oldatba merítve elmélyíti, marással alkalmassá teszi arra, hogy a festéket befogadja, utána megkeni festékkel, és egy megvizezett, jó minőségű papíron prés segítségével, általában ezek olyanok, mint a mágdaráló, csak még sűrűbbre állítva a két lapját, keresztül nyomja, és akkor a festék beleszívódik a papír anyagába. Általában a próbanyomatokat nem számítva 50-100 példányt szoktak belőle készíteni. Az eredeti funkciótól ezek az exlibriszek, könyvjegyek már elváltak. Ugye eredetleg az eszterházi grófoknak volt Pápán egy exlibrisze, ami a címerüket tartalmazta, és a felső harmadba föl volt írva, hogy a pápai vár könyvtáráé. És ezt minden könyv, ami a pápai vár könyvtáráé volt, beleragasztotta az akkori könyvtáros, vagy a gróf kisasszony, vagy valaki. Manapság kevésbé használják. Vannak azért olyan könyvek, amik a tényleges valóságnak megfelelően készülnek, hanem helyette inkább azt alkalmazzák, hogy cserélgetik, elárverezik, beszerzik, tehát gyűjteményeket hoznak létre. A Krajcsinénak az én ismereteim szerint több ezres gyűjteménye van.
ez a zenei anyag most számomra azért fontos, mert ugye néhány héttel vagyunk a Magyar Kultúra napja után, és a kultúrának egy olyan összetett ága a zene, ami a tánccal, a színházművészettel, a modernebb zeneformájában, a fiatalok, a szórakoztatással összefüggésben van, de nehogy azt higgyük, hogy csak ma van modern tánczene, hisz annak idején mondjuk Mozart bizonyos zenei betéteit, dalait, vagy Schubertet, azt ugyanúgy tánczenének, akkori dalnak tekintették, csak természetesen a sokszorosítása, a hozzáférés más volt, kamaramuzsika keretébe, vagy az operaházba adták elő, és nem volt még CD, lemezjátszó, stb., tehát a modern hírközlés eszközei nem működtek még. A kiállítás az olvasóteremben és a kölcsönző folyosóján kapott helyet. A Győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak koncertet Pápán. Az országos és nemzetközi megmérettetésekre készülő fuvolisták versenydarabjaikkal léptek fel. A hangversenyen a klasszikus művek mellett több kortárs, modern hangzásvilágú darab is felcsendült. A Győri Művészeti Iskola nemzetközi és országos megmérettetésekre készülő növendékei látogattak el Pápára. A fuvola népszerű hangszer, mondta tanáruk. Mondhatni, hogy az ütő mellett, talán a gitár mostanában az még mellé csatlakozik, tehát ebből nincs probléma, azt hiszem növendék utánpótlásban. Zongorát meg ide vehetjük, mert a zongorának azért nagyon nagy hagyománya van a szülők körébe, és ez természetesen a szülő szeretné, ha a gyerek azt csinálna, amit ő is csinált. Hol kap itt helyet a fuvola? A fuvola nem tudom, valahogy a hangjával, vagy a könnyebb kifejező képességével, én nem tudom, hogy a fuvola a népszerűségét minek köszönheti. Mindenkinek megvan a saját története, hogy miért választotta épp azt a hangszert, amin muzsikál. Marosné Kovács Tünde is érdekes történetet mesélt. A mi családunkban, mivel az én családom ugye református és édesapám református lelkész volt, mi a zenében nőttünk föl, tehát mi mindig énekeltünk. Hárman voltunk testvérek, és mi elhatároztuk, egy kis faluba lakunk, innen nem messze egyébként Hajmáskéren, és mi elhatároztuk, ha Veszprémbe kerülünk továbbtanulás céljaiból, akkor a három testvér három fúvós hangszert választ. És így rám, mint hölgy, így esett a fúvola, a másik bátyám azonban a harmadik felén klarnétozott. Thank you.
A rangos megmérettetésre készülő diákok több helyen is bemutatták már vizsgadarabjaikat. Pápán most jártak először a győri fuvolások. Ez nagyon fontos. A föllépés szempontjából, hogy a kiállása, biztos legyen a kiállása, azon kívül, hogy egybe játsza, mert ugye ő neki az elődöntőben két darabot egymás után el kell játszani, a döntőben két darabot, tehát magyarul négy darabot kell neki kézbe tartani, és ezt jó sokszor eljátszani. Azon kívül pedig nagyon számítok az itt levő kollégáknak a véleményére, mert én is szorulok segítségre, én sem vagyok hibátlan, én is megszokom a hibákat, és akkor most remélem, hogy kapunk még az utolsó finishben egy kis segítséget. Meglehetősen széles skálát hoztunk, mert van barokk szonátánk, Lőjé szonátánk, és nagyon sok 20. századi van, mert eleve a kötelezők azok, Jenei Zoltán kötelezők, mert a Jenei Zoltán a magyar fuvolázásnak a nagyatja, és ő neki a születésének a 100. évfordulát ünnepeljük ebbe az évben. Akkor játszunk Maros Miklós darabot, aki egyébként a sógorom, és ma élő zeneszerző, tehát játszunk az ő darabját is, játszunk Weinert, játszunk oroszoktól, ma élő orosz zeneszerzőnek darabját, szóval nagyon széles skála. Milyen érzés rokont játszani, vagy tanítani, játszani máshogy nyúl ahhoz a darabhoz? Hát tanítani nagyon jó. Hát először is nekem meg kellett tanulnom, ugye ez egy modern darab, és hát tudjuk azért a modern darabok nem nagyon könnyűek. Először meg kellett nekem tanítani, vagy tanulni, és nagyon jó érzés volt tanítani. Most van bennem egy kis izgalom. Azért van csak bennem izgalom, hogy vajon a zsűri ugyanúgy fogadja-e, ahogy én szeretem. Ugye ehhez nagyon nagy átadó képesség kell. Na most a gyerekekben ez a legnehezebb, a növendékben, hogy ő olyan intenzitással tudja átadni, hogy az kénytelen legyen a hallgató átvenni. És ez azért legyünk őszinték, ez a kisgyerekeknek, 8-os a kislány, de akkor is kis hölgy. A Pegazus Színház 10. jubileumi évada is remek előadásokat kínál a gyerekeknek. Pinokkió története után februárban most igazi téli mese várta a kisnézőket. Holle anyu próbái és ajándékai ezúttal is elvarázsolták a kicsiket, és természetesen ezúttal is a jó győzött. Függönyt fel című magazinunk következik. Hát.
kiparkodj, nem írunk rá. Mi hamarabb elő kell szedni a szánkókat, a fakutyát és a síléceket. Minek ez a nagy sietség? Hónak jégnek híre hamba. Mindjárt itt lesz. Meglásd, öcsém. Ezt meg honnan tudod ilyen biztosan, Jakob? A csontjaimban érzem. Hasogat a reumám. Érdekes, jó feldolgozás szerintem most is, amit Sarkadi Nagy László írt, mert hiszen ez törekvés mindig, hogy a klasszikus mese eredeti vonulata mindenféle 21. századi különleges csavarás nélkül kerüljön a színpadra, hogy a gyerekek ezt megismerjék, de hát mégiscsak 2015-ben vagyunk, tehát azért nekünk a ma közönségéhez kell szólnunk, ezért egy érdekes, szép keretjáték született hozzá, illetve egy olyan alapjáték, így mondom, ami az egész mesét átszövi, hiszen a Grimm testvérekhez fűződik ugye a mese a világirodalomban, a meseirodalomban, és hát úgy gondolta az író, tervező, rendező, hogy akkor szülessen ez meg az ő otthonukban. Tehát úgy indul a történet, hogy a Grimmek házában vagyunk, és a két Grimm fivér éppen egy kamrában óhajt előszedni mindenféle téli eszközt, és aztán a két hölgy, aki ott él velük a házukban, takarítást rendelnek el, ahogy egy jó háziasszonyhoz illik. Na látják, már készen is vagyunk. Na légyen. De akkor végre vihetjük a szánkókat. Áj! És a jól végzett munka megérdemelt gyümölcse? A mese? Hol marad? Na most hát egy Grimm házban ez nem lehet gond. Úgyhogy a fivérek neki állnak mesélni. És a történet nem csak, hogy a holleanyú megelevenedik, hanem ott születik. Tehát a testvérek, hát nem mondom, hogy egymásra licitálva, de egymással játszva folyamatosan találják ki ezt a történetet, és csűrik, csavarják természetesen az eredeti klasszikus mese története szerint. Az előadásban az eredeti történet alapján három próbatétel vár a két lányra. Mindegyikük a saját jelleme alapján oldja meg ezeket. Nézzük csak! Almáimat, ha leszednéd, elfáradtam, megpihennék. Táncolnék a széllel reggel, és dúdolnék a fellegekkel. Almafácska, te műékes, ha csak ennyi a bajod, ezen könnyen segíthetünk. Hajtsd ide az ágaid. Leszedem én ért gyümölcsöt, mindegy szálig, az onnyomban. Vándorok örömére, szomjúhozók vigaszára. Oh. Jaj! Na. Szegény kemence, nincs kinek ad szép cipóidat. Kiszedem mind, mert elég. Fényesek. És ropogósak. Jó vagy hozzám, kedves kislány. Meglásd hamar, bizton tudom. Melléd áll majd a szerencse. Lihe eltáncol, puha hóvásony, száll a fenyvesben, fut a tisztásony. Rászd a Dunát, rászd Hanna, száll a lihe, száll tovább. Neki minden hely, sehol, majd földet ír valahol. Ott a felhőn túl csillog menny alján, bűvös téli fény ragyog kristályán. Rászd a Dunát, rászd Hanna, száll a vihe, száll tova. A szorgalmas, kedves lány után önző testvére is bejárja ezt az utat. Majd leesik mind magától. Addig egy kis türelem. Szedlek, kérlek, írt gyümölcsöm, könnyíts végre terhemen. Nem ment el még az eszem,
kovakomra alma pottyan, s búb nőne a fejemen. Kinek mi jár? Azt kapja. Szépek ezek a cipók. Én meg éhes vagyok. Adjál egyet, te kemence. Szedd ki magad, ha szeretnéd. Oh. Még mit nem? Megégetném kezecskémet. Koszos lenne kényes bőröm. Tiszta ruhám meg hamus. Akkor nyelj csak az ékoppot. Friss cipóimból nem eszel. Jut majd nekem aranyagból omlós édes lágy kalács. Jut mi dukám, úgy legyen. Ha-hó, rázom, nézd csak, tiszta hó lett a sivatag, havas az oroszlán orra, nézd a tenét az ostoba, hogy szalad, megijedt a hótól, csupa hó lett a sivatag. Parancsolom! Én úgy gondolom, hogy ezek a klasszikus mesék, így a Holleanyú is, olyan örök értékekkel, leginkább erkölcsi értékekkel bír, ami mindig mondandó marad. Hát egy bizonyos rész sajnos, mert hogy nem tanulunk belőle sohasem, de ugyanakkor meg hát öröm ezeket mondani a gyerekeknek, mert hát itt ugye a két leány útját követhetjük, ugye tulajdonképpen a Holleanyúban végig, bár a címszereplő a Holleanyú, de hát ő egy olyan isteni minőség, aki már ugye az életutakat minősíti. Tehát akinek aranyruha jár, annak azt ad. Akinek szurokruha jár, és tanulnia kell még, annak azt ad, hiszen Hanna és Gerda, mert nálunk így hívják a két szereplőt, ezt mutatja meg nekünk, és hát mutatja meg, reméljük, hogy a jó választást a gyerekeknek, hogy hogyan kell és hogyan érdemes élni. Rosszul szolgáltam Holleanyút. Ezt érdemeltem. Szurkot kaptam fizetségül. Szégyenembe belehalok. Ne sírj, Gerda! Meglásd, minden jóra fordul. Gondolod, hogy megszabadulok a szuroktól? Hát persze. Holleanyú jóságos. Segít neked. Biztosan. Egy kulturális programsorozat hétvégi eseményei. Farsangi játszóház, felolvasóest, állandó vagy aktuális kiállítások szerepelnek a következő hét nap városi eseményei között. A sorból ezúttal sem hiányozhat a Deák Ferenc utcai Petőfi Filmszínház kínálata. A programajánlót láthatják. Ez a Pápavárosi Televízió programajánló műsora, a hétvége és a jövő hét városi rendezvényeivel. Köszöntöm Önöket! Az ajánlataink február 14-től szombattól 20-áig péntekig szólnak. Kultúrházak éjjel-nappal címmel indított háromnapos programot a JMSK. A pénteki rendezvények után 14-én szombaton újra betekinthetnek a helyi közösségek foglalkozásaiba. 13 órakor a színházteremben a Grund Studio modern és kortárs tánc csoport próbáját láthatják. 14 órakor a pedagógus művelődési házban pedig az ifjúsági képzőművészkör munkáját ismerhetik meg jobban. 15-én vasárnap a színházépületben családi délután szerveznek. A program a Farsang jegyében telik. 15 órától 17 óráig az előadóteremben ügyességi és térjátékokban próbálhatják ki magukat a gyerekek, de készíthetnek állarcokat, farsangi dekorációkat, és lesz arcfestés is. Délután 5 órakor Hanci és Satyka bohócokkal kezdődik a jelmezverseny, és egy interaktív bábelőadást is megnézhetnek azok, akik ellátogatnak a vasárnapi eseményre. Január 10-én nyílt meg a Jókaimor városi könyvtárban két ajkai gyűjtő, Krajcsi Tiborné és Kunderman Jenő anyagából válogatott kiállítás. A Tánc Zene Kép című kis grafikai tárlat exlibriseket és zenei témájú részkarcokat kínál nézelődésre.
A kiállítás február végéig látogatható a Jókaimor Városi Könyvtár folyosóján. Lelkiesték címmel indul előadás sorozata a Jókaimor Művelődési és Szabadidőközpontban. Az első vendég professzor dr. Bagdi Emőke lesz. A klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, relaxáció, megnyugvás, belső béke címmel tart előadást hallgatóságának. A rendezvény időpontja 16-a hétfő, 16 óra 30. A helyszín a színház épület. Az előadásra jegyeket a JMSK jegypénztárában válthatnak. Február 20-án pénteken Vas Albert felolvasó est lesz az Esti Kornél kávéházban. A rendezvény 18 órakor kezdődik. Közreműködnek az Allegro Alapfokú Művészeti Iskola Sindő Népi Zenekara és a Pápai Református Kollégium Tánclánc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előadói. A programot a Hét Csillag Egyesület szervezi. A felolvasó esten a Holtmarosi Gyermekotthonban készített könyvjelzők is kaphatóak lesznek, ezek megvásárlásával a gyermekotthon támogathatják. Bővebb információt a 0670 244 47 34-es telefonszámon kérhetnek, és ugyanitt lehet jelentkezni a felolvasásra is. A JMSK-ban február 20-áig nézhetik meg Révész Antal grafikus és festőművész Apropó című kiállítását. A tárlat az emeleti előtérben tekinthető meg, ahol helyet kaptak a Széles Vész című irodalmi képzőművészeti pályázatra készült legjobb alkotások is. A földszinten a Hónap műtárgya című kiállítást láthatják, ami ezúttal Amberger Edit grafikus munkáiba enged betekintést egészen március 15-éig. A kiállítások naponta 9 és 19 óra között, illetve rendezvényekhez kötötten látogathatók. A Deák Ferenc utcai Petőfi mozi ezúttal is várja látogatóit. A következő hét napban többek között a Jupiter felemelkedése című 3D-s cifit, a Spongyabob című szintén 3D-s animációs mozit, a Rendíthetetlen című életrajzi filmet, vagy a Szürke 50 árnyalata című romantikus drámát láthatják a filmek szerelmesei. Ez utóbbi egyébként angol nyelven is megtekinthető lesz a Pápai moziban egy későbbi időpontban. A Petőfi Filmszínház részletes műsorairól a facebook.com/petőfimozipápa oldalon, vagy a nyomtatott mozi műsorból tájékozódhatnak. Ezek voltak a hétvége és a jövő hét városi rendezvényei. Programajánlóval itt a Pápavárosi Televízióban legközelebb egy hét múlva pénteken jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!